Minden település közigazgatási motorja a községháza, a városháza. A Paks esetében mennyire mélyre tudunk leásni annak a múltjában? 1840-es években még korán sem volt a paksi községháza egy központi helyen, illetve nem is volt méltó az elhelyezés egy 8-10 ezer fős mezővároshoz képest. Nagyjából azt tudjuk róla, hogy az 1077-es népsorszámot vagy házsorszámot viselő ingatlan volt a paksi polgármesteri hivatal, és már így is írták az 1840-es években, hogy polgármesteri hivatal, és ez úgy lokalizálható, hogy körülbelül a Keskeny utca közepetáján helyezkedett el, tehát a központtól kicsit távolabb. És amikor az előjáróság 1856-ban döntött csak úgy, hogy egy új emeletes épületet kellene a városházának adni, és akkor a határozatban külön le is szögezte az előjáróság, hogy de azt nem Zug utcában kell felépíteni, hanem a város valamely nevezetes részén. Nem véletlenül sétálunk pont a DeFerenc utcában, itt kapott helyet akkor a községháza? Igen, itt a hivatali negyedként beépült Malom utcában kapott helyet. Az előjáróság kinézte Daróczi Istvánnak a egykori, itt a 7-es szám alatt állott későbarokk kúriáját, és Hildebrand Mihály építőmester segítségével ezt átépítették egy kétemeletes épületté, és egyik felében ugye már a járásbíróság kapott helyet korábbi időkben, ebben a felében pedig a városháza, a községháza. Valóságos közigazgatási központ képe rajzoló egy hivatali negyed működött itt? Igen, itt a Malom utcában működött a város hivatali negyede, ugye a járásbíróság szemközt, hogy 1908-ban költözött csak át, addig itt működött a községháza mellett, különféle hivatali épületek működtek, és 1870-es évektől 1908-ig volt így párban a járásbíróság községháza, és különféle rendezvényeket tartottak itt, tehát itt volt az ármentesítő társulatnak is a székhelye, tűzoltó, szertár, őrhely, és maga a községháza udvara is egy külön közösségi térként funkcionált, itt fogadták az országgyűlési képviselőket, ünnepségeket rendeztek, hiszen ennek az udvar egészen a Dunapartig, ugye még nem volt a hatos út, és egy nagy tágas térként kihúzott egészen a Duna korzóra. Tudom, erről az épületről is van egy érdekes történeted, míg az Erzsébet szállónál a balkáni gerjékről mondtad, hogy ott anyáztak az épület udvarán, itt milyen állatok voltak? Igen, feljegyezték itt egy érdekedves történetet, 1933-ban a Nimród című vadászújságban mukkantam rá, hogy egy több nyestpár is nevelkedett itt a községháza udvarán, és az egyik nyestpár befészkelte magát a községháza padlás terében, és ott nevelték a fiaikat, és amikor már felnőttek, akkor hallható volt, hogy nagy hancúrozásokat rendeztek, amikor szaladgáltak föls alá. Napközben pedig kijöttek, és a polgáriskola kertjében egy szép kert volt, és nagy díszfák, és ott folytatták ezt a játszadozást, és nem zavart őket, hogy itt éjjel is azért rendőrök jártak az emeleten, vagy tűzoltó őrség is volt, tűzoltó szertár, hanem ők itt el voltak vígan ezen a kis helyen. Azért a történelmi események is nyomot hagytak az épületen, gondolok itt 1919-re, vagy éppen 1956-ra. Igen, 1956-os események során ugye itt tüntetés volt a tanácsháza előtt, és ugye a felindult tömeg ugye főleg a gyűlölt begyűjtési éveket összeszedték, fölmentek, kiszórták az ablakból, de nagyon sok anyakönyv irat is ekkor elveszett, megsemmisült. Aztán 1969-ben helyeztek egy emléktáblát az épületen az akkori pártvezetők, tanácsi vezetők a 25 éve szabad Paks lakossága nevében a 1919-es direktóriumnak az itt fölakasztott tagjai Videm Anantal, Mihalik Gézáné emlékére. És maga az épület az 50-es években korabeli újságban láttam képeket, hogy milyen éle zajlott, hogy tanácsi emberek, parasztemberek itt intézték az ügyeiket, és egy akkor is egy sárga színű épület volt. Ez egy jellegzetes, megfigyeltem, hogy itt az óvárosban a katolikus templomtól kezdve az Erzsébet szállón át minden épület szinte sárga színű volt, ez a korabeli építészeti stílus tükrében.
meddig töltötte be a tanácsházi funkciót ez az épület? Az 1960-as években a községi tanács és a járási tanács épülete, a hivatala helyet cserélt egymással, és a községi tanács átköltözött a 9-es számú épületbe, és ide pedig a járási tanács jött át, illetve a járási tanács is ugye a 80-as években megszűnt, és akkor pedig innen maga a városháza, a községház, a tanácsház is elköltözött, újat építettek délebre, itt pedig egészségházzá szervezték az épületet, 1987-ben adták át, szakorvosi, házi orvosi rendelőket alakítottak ki, már az én gyerekkorom is így ismertem, hogy ide jöttünk mindig orvoshoz, illetve a sokáig használták még itt az udvari árkádos épületet házasságkötőteremként. Ez az új városháza a jelenlegi Dózsa-György út 55-61-es számok alatti ingatlanok kisajátításával épült meg, azok helyén? Igen, 1981-ben indult meg az építkezés, egy nagy várakozás és majd 3 éves építőmunka után. 1984-ben költözhettek át a tanácsi dolgozók a Dózsa-György út 55 és 61 között lerombolt 4, kisajátított és lebontott 4 ingatlannak a helyén fölépült új közigazgatási palotába. Akkoriban ez nagyon modernnek számított, 103 fővel, fős apparátussal költözött be oda a tanács, és több új funkciót is ki tudtak alakítani. Ma is amúgy a hivatal létszáma körülbelül 100 fő körül mozog, és ellátja a funkcióját azóta is. Ami a jövőt illeti, pedig valószínűleg itt az erőmű bővítés és a város bővülése hatására ez egy új városközpontot hozhat a városnak, ami pedig egy új városházát is adhat a jövő Paks arculatának.